Minden évben van egy hétvége, amikor a szekszárdi jégmadarak korongos palántái hazai környezetben játszhatnak tét meccseket. Többnyire dél-dunántúli régió csapatai ellen, akikkel november és március közötti ciklusban többször is találkoznak. Az U8 után most az U10-es csapatokon volt a sor. Természetesen ilyenkor a szülők is eljönnek a meccsre, még Pécsről és Kaposvárról is. Így mindjárt a torna elején egy jó hangulatú Szekszárd-Pécs U10-es meccsbe csöppenhettünk bele, amely nem csak iramos, a gyerekek korcsolyázó tudását igazolandó, de gólgazdag is volt egyben. És happy enddel zárult a végén, két góllal a szekszárdi jégmadarak győztek, bár az edzőbácsik ilyenkor sokszor a szülők felé is hangsúlyozzák, nem az eredmény, hanem a játék, a lényeg. A szekszárdi csapat egyik már nyilatkozni is tudó játékosa Stein Benjamin. Csepet sem mellesleg az egykori sokszoros országos bajnok, olimpikon országúti kerékpáros Stein Csaba fiáról van szó. Hogyan vártátok a Pécs meccset? Eddigi tornákon voltak egy győzelmek, reménykedtetek-e? Hát reménykedtünk a győzelmekben, és mindig csak egy góllal kaptunk ki. Mindig? Hát ez nagy pek, de most ti nyertetek, ha jól számolom, egy góllal. 6-4. Hogy alakult a meccs, hiszen mindjárt 2-0-ra vezettetek, de utána a Pécs ilyen gyors kontrákból, amikor nem jöttetek vissza védekezni, tudod egyenlíteni, és borzasztó izgalmas volt. Hogyan láttad belülről? Hát úgy, hogy mentünk, akkor küzdöttünk, passzolgattunk, szépeket kapu elé beálltunk, és akkor így összeszedtünk magunkat. Mivel az alma valószínűleg most sem esik messze a fájától, Benjamin tavasztól őszig kerékpározik, és jön a számára remek kiegészítő sportágként a jégkorong. Aztán majd, ami a sportágválasztást illeti, később úgy is alakulnak majd a dolgok. Amúgy nem ritka az U8, U10-es csapatokban országos viszonylatban is egy-egy kislány feltűnése. A szekszárdi csapatban az egyik hátvéd a coffos kislány, Baros Emőke, aki tavaly ismerkedett meg a jégkoronggal. Eddig csak táncoltam, és akkor az öcsém elkezdett jégkorongozni, és akkor nekem is nagyon megtetszett. Milyen poszton játszol? Mi az, amit te tudsz a jégkorongba, ami miatt mindig jössz és fejlődni akarsz? Hátrébb vagyok, és passzolok. Emőke számára a sportok közül a jégkorong lett a legfontosabb, így az idény zárultával a rokon sportágat, a görkorcsolyát űzi majd, hogy aztán télen újra a fiúk között jégkorongozzon. Egyéb iránt jól állnak a szekszárdi jégmadarak a legalsóbb két utánpótlás korosztályban, U8-ban és U10-ben, már ami a játékosok számát illeti. És az eredmények sem maradnak el, bár azok ilyenkor még nem fontosak. Az U10-es tornán két csapattal is szerepeltek a jégmadarak, az egyiknek a felét az U8-as korosztályból tudták feltölteni.